Az Asztriceum Érseki Múzeum egy új épületrész megnyitásával készül arra a dátumra, mikor is feloldják a koronavírus miatt hozott korlátozásokat. Ez az új enteriőr a kanonokházban lesz látható. A történeti épület első emeletén meg tudjuk nyitni az egyik kanonokház emeleti szintjét, ahol nagyon szép történeti historizáló falfestést tártunk fel, most már több mint két éve restaurátor kollégáinkkal. Ennek a pár helyiségnek a megnyitásával újból meg tudunk egy olyan ö, időszakot mutatni a 19. század második felét, 20. század elejét, amely ismeretlen még az érsekség számára is. A múzeum új kiállítása egy újabb vonzerő a látogatók számára, és a tervek szerint tovább folytatódnak a sikeres múzeumpedagógiai foglalkozások is. Újabb támogatás elnyerésével további feladatokkal gazdagodtunk, tehát azt kell mondjam, hogy a jövőre nézve színesedünk. Jó néhány múzeumpedagógiai foglalkozást kidolgoztunk ezen idő alatt, amit már alig várjuk, hogy a gyerekek számára megrendezhessünk, többféle témában, természetvédelemben, madártani tematikában. Ugye nagyon jól sikerült a, a méhekről szóló múzeumpedagógiai foglalkozás napunk, azt szívünkben nagy szeretettel őrizzük, hát ugyanígyet szeretnénk más három témában is. Így az intézmény a turisták mellett számít a diákcsoportok látogatására. Abban bízunk, hogy ugyanezen csillogó szemek és lelkes résztvevők nem csak a kicsik által, hanem bizony gimnazisták is jártak nálunk. És egy nagyon örömteli az, hogy ugye megvettük a Volt Hotel épületét a kormány segítségével, eszünkbe se jutott ezen épületnek a megszerzése, de így, hogy tulajdonunkba visszakerül, az érsekség tulajdonába visszakerül, meg tudunk olyan pedagógiai foglalkozásokat is majd csinálni, amelyeket az egyházi iskolák számára egy-egy osztályt vagy két osztályt tudunk ki, akár két napra is itt tartani. Így ezzel a lehetőséggel nem csak a helyi és környékbeli, hanem az ország távolabbi településein működő egyházi iskolásokat is várja az Érseki Múzeum. Az Asztriceum Érseki Múzeum új programjaival és lehetőségeivel bővebben a Múzsában január 26-án este 7 órától foglalkozunk.